Szerdán lépett hatályba az a kormányrendelet, ami alapján Magyarország színkóddal jelöli az államokat a koronavírus fertőzöttségük szerint. A zöldszínű országokból a magyar és a külföldi állampolgárok is korlátozások nélkül léphetnek be Magyarország területére, és ugyanígy el is hagyhatják azt. Abban az esetben, hogyha sárga vagy piros jelzéssel besorolt ország területéről lép be magyar állampolgár, akkor a határon egészségügyi vizsgálatnak esik alá. Ha ez a fertőzés gyanúját igazolja, akkor automatikusan karanténba kell vonulnia 14 napra. Ha a határon történő egészségügyi vizsgálat nem igazolja a fertőzés gyanúját, akkor is karanténba kell vonulni. Ez alól csak akkor mentesülhet bárki, ha a határátlépést megelőző 48 órán belül már csináltatott egy negatív eredményt adó tesztet, és ezt okirattal is igazolni tudja. Ennek hiányában 14 napos kötelező karantén vár az érkezőkre. Ha egy magyar állampolgár sárga vagy vörös országból érkezik, akkor előbbinek a határon elvégzett teszt után a 14 napos karantén ideje alatt még egy negatívat kell produkálnia, a vörös országból érkezőknek pedig még kettőt. Külföldiek esetén a sárga országnál a szabályok megegyeznek, tehát nincs különbség sárga országból való belépés tekintetében külföldi és magyar állampolgár között, vörös országból való belépés esetén viszont, belépésre viszont nincs lehetőség azokból az országokból, ahol külföldi állampolgároknak, amelyek ebbe a kategóriába soroltatnak. A kormány minden szerdán fogja felülvizsgálni a különböző országokat, és a friss adatok alapján, ha szükséges, áthelyeznek egy államot más kategóriába.